Sziasztok! Németh Viktória vagyok, homeopata. Nagyon örülök, hogy megint csatlakoztok hozzám. Egy nagyon komoly témát hoztam nektek, és hát nem is annyira komoly, de a várandóság alatt azért nagyon sok hölgynél ez egy állapot, ez egy rossz állapot, és elég sok hölgynél tapasztalható ez a vashiányos állapot. De mielőtt azért belemennénk a homeopátia rejtelmeibe, hogy milyen homeopátiás szereket tudtok szedni a vashiányos állapotba, szeretném elmondani nektek, illetve kiemelni a homeopátia számos előnyéből a legfontosabbakat. Hiszen a homeopátiát választottátok a gyógyulásotokhoz, aminek nagyon örülök, és meg fogjátok tapasztalni, hogy a homeopátia egy fantasztikus gyógymód, és innentől kezdve nagy valószínűséggel minden egyéb panaszotokra is a homeopátiát fogjátok majd alkalmazni. De nézzük, hogy miért is a homeopátia. Hiszen a homeopátia természetes eredetű anyagokból áll össze. Nem alakul ki hozzászokás, és nem alakul ki mellékhatás sem a szedés alatt. Várandós anyukák is szedhetik, csecsemőknek is lehet alkalmazni, tehát 0-tól 99 éves korig minden korosztály szabadon alkalmazhatja a homeopátiát. Alkalmazhatjuk a homeopátiát még akut és krónikus állapotokban is. És, ami még nagyon fontos, ha éppen nincs fizikai panaszunk, akkor nyugodtan alkalmazhatjuk megelőzésképpen is, hogy elkerüljünk egy kis vírusos időszakot. A homeopátia jobban elősegíti az egészséges folyamatokat, hiszen a homeopátia az immunrendszerünket támogatja, és ezáltal, hogy az immunrendszer támogatva van, kialakul egy természetes immun egészség, egy immun gyógyulás, ami a homeopátia ugye számos előnyei közül szerintem azért a legfontosabb. Na nézzük, hogy amikor ebbe a csodálatos állapotban, amikor tényleg minden rendben van, pozitívan állunk hozzá, a legboldogabb időszak ez. Én két gyermeknek vagyok az anyukája, elmondhatom nektek, hogy tényleg, amikor terhes voltam, a legcsodálatosabb napjaimat éltem meg. Viszont, amikor ugye el kellett mennem a nőgyógyászhoz, és ott volt a vérlelet eredménye, hogy sajnos ott van egy kis vashiányos állapot, akkor ott voltam, hogy de hogy tudok magamon segíteni. Hál' Istennek ismertem a homeopátiát, tehát én is alkalmaztam, és el tudom nektek mondani, hogy tényleg fantasztikus. És kimutatta a vérlelet, hogy megemelkedett a vas a szervezetembe, tehát a homeopátia akár egy labor eredmény után is ott van, hogy működik. Na nézzük, hogy amikor egy vashiányos állapotban lépünk, ami tulajdonképpen nem biztos, hogy egy vashiányos állapotban voltunk terhesség előtt is, a terhesség állapotban nagyon sok pozitív dolog ér minket, viszont vannak azért olyan kis dolgok, amik beárnyékolhatják a boldogságunkat, és előfordulnak fizikai állapot. Ilyen például ugye a vashiányos állapot, a mai videónak a témája, mert ilyenkor ugye sokkal több vér van a szervezetünkben, megemelkedik a vérmennyiségünk, és ezáltal a hemoglobin szint, tehát egy kicsit úgy visszaszorulhat, és kialakulhat ez a vérszegénység állapot. De nézzük, hogy ha ez a vashiányos állapotban lépünk, akkor milyen homeopátiás szerek lehetnek a segítségünkre. Kezdjük először a kínával. A kína állapotban lévő várandós anyukánál azt fogjuk észrevenni, hogy az arcbőr picit sápat lesz, mintha úgy kifolyt volna belőle a vér. Általában egy kínánál nagyon sok mennyiségű folyadék veszteségről van szó. Tehát akár egy intenzívebb hasmenés például, vagy egy intenzívebb nátha időszak után, vagy bármi, amikor ugye a folyadék kimegy, de tényleg nagy mennyiségű kimegy a szervezetünkből, akkor lépünk be egy kína állapotba. Ilyenkor látászavar, fülcsengés is előfordulhat, és azt fogjátok észrevenni, hogy abszolút nem akartok mozogni. Tehát a mozgás iránti vágy teljesen elmúlik, abszolút nem akartok semmi se csinálni. Jellemző a kína állapotnál az erősebb szívdobogás is. Ilyenkor az erősebb szívdobogás alkalmával egy pici fajta izomremegés, végtagzsibbadás, tehát ez mindegy ilyen kína állapot.
A következő szer a ferrum metallicum. Szeretném itt kiemelni a ferrum metallicumnál, hogy ezt a szert egy másik szerrel együtt érdemes szerni, tehát a ferrum metallicumot a ferrum foszforikummal együtt ajánlatos szedni egy vashiányos állapotban. Ennél az állapotnál azt veszük észre, hogy a várandós anyuka nagyon gyenge, könnyen kipirul az arca, viszont a végtagjai jeges hidegek lesznek. Nagyon érzékeny lehet az anyuka mindenféle zajra, tehát akár az utcán, hogyha elmegy egy autó, egy picit hangosabb van, vagy egy motorbicikli, annak a zajára is úgy hevesebben reagál, hogy jújj, úgy megütötte a fülemet. Jó, tehát ez egy erősebb ferrum metallicum, illetve ferrum foszforikum állapotra jellemző tünet. Minden egyes panasz, tehát fizikai probléma, illetve ez a kimerültség minden fizikai mozgás után nagyon erőteljesen megnyilvánul. Azt veszitek észre, hogy hamarabb elfáradtok, tehát akár egy hosszabb beszélgetés is akár kifáraszthat titeket. Ez ugye akkor a ferrum metallicum, illetve a ferrum foszforikummal együtt szedhető, tehát ferrum metallicum, ferrum foszforikum együtt szedésével, ugye ez a fizikai megerőltetés utáni hamar kifáradás állapotról van szó. Ilyenkor a bőr is ugye egy kicsit vértelenné válik, kifakul, elsápadunk. Akár kialakulhat még az az érzés is, hogy úgy nehezebben vesszük a levegőt, le kell ülni, és egy picit úgy erőteljesebb, nagyobb levegővételekre kívánkozik a szervezetünk. A következő szer a szépia. Ennél a szernél, a várandós anyukánál nagyon fontos tünet a fázósság. Nagyon fázós az anyuka. Állandóan, akár még nyáron is egy kis pokróccal vagy kardigánnal betakarja magát, hogy enyhítse a reszketését. A szépia állapotban lévő várandós anyuka nagyon veszekedős. Mindenkivel veszekedni fog, semmi nem lesz jó neki, inkább szeretne egyedül lenni, de ami a legfontosabb, egyedül kint az utcán mozogni. Hiszen a szépiának csak az fog segíteni az állapotán, hogyha tud mozogni, ha egy kicsit egyedül kimegy az utcára, vagy bárhova, akár egy parkba, és egy pici testmozgást tud csinálni. Amikor azért a vérszegényes állapotban ez a heves, vagyis ez az erőteljesebb kifáradás ugye jellemző, a szépiánál is elő fog fordulni egy hevesebb szívdobogás érzés is. Jó? És itt nem a sápadság fog jellemző lenni, hanem azt fogjátok észrevenni magatokon, hogyha mintha egy bőrötök egy picit olyan sárgás fakó színűvé válna. Ez lesz akkor a szépia. Nagyon fogjátok kívánni még a savanyú ételeket, illetve az italokat, akár egy jó kis citromos limonádé, ilyenkor a szépia azért fog neki örülni, hogy legördítheti a torkán. A következő szer a foszforusz. A foszforusz hölgy általában azért nagyon magas, karcsú, jellemzően ugye egy ilyen állapot, egy ilyen fizimiskára adunk foszfort. Nagyon jellemző, hogy hiába várandósak vagyunk, és ilyenkor ugye azért a súly gyarapodás jellemző úgy nagy általánosságban mindenkire, de most a foszforusz hölgyre nem. A foszforusz éppen, hogy a várandóság ideje alatt súlyt veszít, tehát ő soványodni fog, és emiatt fog föllépni a vashiányos állapota. Nagyon hamar ki fog fáradni, tehát a foszfor állapotban lévő várandós anyuka szinte minden testmozgás el fog utasítani, és csak egy helyben szeretne ülni és pihengetni. Jellemző ebben az állapotban a hevesebb fejfájás, egy erőteljesebb szívdobogás, és ugye nagyon jellemző, amit mondtam, hogy minden egyes fizikai megerőltetés csak rosszabbítani fogja az állapotát. Ilyenkor a végtagok is remeghetnek, nagyon szomjasak lesztek, hogyha foszfor állapotba kerültök, és azt fogjátok kívánni a jeges vizet. Tehát tényleg a hűtőszekrényből fogjátok kívánni, plusz még beletesztek mondjuk egy marok jégkockát, és ez fogja enyhíteni az összes panaszatokat, ami ezzel a remegéssel, kis gyengeséggel fog együtt járni. A következő homeopátiás szer, amit a vashiányos állapotban szeretnék nektek ajánlani, az a lecitinum.
A lecitinumnál nem csak fizikai szinten fogjátok érezni a teljes kimerülést, hanem mentális szinten is. Tehát nem csak a test, hanem az elménk is teljesen ki van ürülve. Mint hogyha tényleg úgy kifolyt volna belőlünk minden. Csak ülünk bambán, és mindenki hagyjon békén. Na ez egy lecitinum vashiányos állapot. Előfordulhat ugye a gyengeség mellett egy légszomjés, tehát úgy érezzük, mintha nem kapnánk levegőt, és illetve itt hátul a nyakszír tájékon alakulhat ki egy enyhébb, nem egy erőteljesebb, de egy enyhébb fejfájás. Ez a lecitinum. Nagyon fogjátok kívánni a kávét, mivel ez is ugye egy picit felpörgeti ugye a szívdobogásunkat, és egy kicsi életet ver belénk, de ami még nagyon fontos, és mindenkire bízom, hogy bevállalja ezt vagy nem, de tényleg a bort is fogjátok még kívánni. Tehát azt fogjátok mondani, hogy egy pohár vörösbor azért jó lenne, de ez tényleg mindenki eldönti, hogy szeretné ezt elfogyasztani, vagy nem szeretné. Ezeket a homeopátiás szereket 9 és 15 CH potenciába tudjátok megvásárolni, 5 golyót a nyelvetek alá helyeztek, elszopogattok, és azt fogjátok észrevenni, hogy ez a gyengeség, a remegés, ami mind a vashiányos állapottal jár, hamar elnyűlni fog, visszakapjátok a fizikai erőlléteteket, és újra a boldog várandós anyuka lesztek, mint akik eredetileg voltatok. Szeretnék még egy praktikát megosztani veletek. Valószínűleg a nőgyógyászatok azért fölírt egy vaspótlás nektek. A ferum foszforikumot és a ferum metallikumot együtt tudjátok szedni minden nap reggel este, 5 golyót nyelvetek alá tesztek 9 CH potenciába, és nagyon fontos, hogy minimum 3 hétig tudjátok szedni, és ennek a két szernek az együttes szedésével segíteni tudjátok a vas, a kintről behozott vasnak a beépülését a szervezetetekbe. Tudom, hogy ez nagyon sok volt. Ne aggódjatok, mert a videó visszanézhető, ugyanúgy a diákat is vissza tudjátok nézni, tehát ha bármikor vissza szeretnétek tekinteni, olvasni, hogy miről is beszéltem nektek, akkor itt a megadott honlapon keresztül bármikor ezt megtehetitek. Mellékhatásoktól mentes gyógyulást kívánok nektek, nagyon sok boldogságot ehhez az állapothoz, és külön nagyon nagy boldogságot, amikor beléptek majd a szülőszobába, és a pici babát a kezetekbe tartjátok. De ne felejtjétek, a homeopátia mindig legyen veletek. Sziasztok, viszontlátásra!